Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, ma is két téma a témában. A Szolnoki lett az év legjobb Rotary klubja. Mai műsorunkban vendégem lesz Ceglédi Sándor, a Rotary klub Szolnok elnöke. Előtte azonban elárulom, mi lesz műsorunk második részében. Szolnokon rendezték a 29. Waldorf olimpiát, de hogy ez mit takar, adásunk második felében kiderül. Elsőként azonban, ahogyan mondtam, Rotary klub, és itt van velem az elnök Ceglédi Sándor. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok. Kettő kitüntetést is kaptak. Egyfelől maga a klub is elismerést kapott, az év klubja lett gyakorlatilag, igen, illetve ön megkapta a Paul Harris díjat. Mind a kettőről beszélgessünk, vegyük ketté. A klub miért kaphatta, és ki kaphatja, melyik klub kaphatja meg ezt az elismerést? A magyar diszekten belül minden évben, úgy mint máshol is, elismeréseket osztunk azok részére, akik a legjobban teljesítenek. Ez évben klubunk kapta az év klubja díjat, illetve mellett szokott lenni egy év rotaristája is. Ez nyilván egy másik rotarista kapta. Az év klubja alapvetően a Rotary Magyarországért kitüntetést jelenti. A klubunk valószínű, hogy azért lett az idén, mert hogy a jelentős országos programokat tudtunk részt venni. A diákcsere programban egy nagyon sikeres módszervásárt tudtunk tartani, és számos munkában segítettük a kormányzónkat. A másik pedig a Paul Harris díj, amit viszont ön kapott meg, az már az ön munkájának az elismerése, nem pedig a klubé. Annak, aki nem tudja, mi is ez a Paul Harris díj, ki is az a Paul Harris, és ki kaphatja ezt a díjat? Paul Harris volt a Rotarynak az egyik alapítója. 1905-ben alapult Chicagóban, ő egy jogász volt. Egy asztaltársaságként alakult meg, minden este ezek különböző vállalkozók voltak, minden este máshol találkoztak, rotálták a találkozók helyszínét, innen is alakulhatott ki a Rotary elnevezés. Ő tiszteletére van egy alapítvány, egy Paul Harris alapítvány, és az alapítványban a jelentős befizetők kaphatnak dotációt alapján egy Paul Harris díjat. Milyen érzés volt ezt a díjat megkapni? Nagyon jó érzés volt, mert nem számítottam rá, nem tudtam rá. A másikra titkon reméltük, mert elég sokat tettünk az idén az asztalra. Ez nagy meglepetés volt számomra. Mit ért ez alatt, hogy elég sokat tettünk idén az asztalra? Mi számos rendezvényükön voltunk, vannak visszatérő karitatív eseményeik, de vegyük ezt egy picit végig, hiszen ismétlődnek ezek nagyjából. Melyek voltak ezek? Alapvetően az évet kezdtük egy nagyon látványos programmal, ami több éves előkészítésen ért véget, mégpedig szeptemberben kint Zentán az ottani klubnak a partnerklubunk csarta ünnepségén került átadásra az ottani kórháznak egy mentőautó, ami a Halberstadti klubunk adományaként jött létre, és akkor létrejött a zentai, a szerb és a magyar kormányzónak a találkozója is. Ezzel indult az évünk, ami egy nagyon jelentős esemény volt. Rögtön a nálunk mindig július 1-ben, június 30-ával van a váltás, ez mind kormányzói szinten, mind elnöki szinten, tehát e hónap végén én is leköszönök és átadom a stafétabotot a következő elnöknek. Július 2-án a világelnök, a Rotary International elnöke elsőként a világon Magyarországra átadott tavaly. Június 2-án Szentelén a Skanzenben meghirdette ez évre, hogy ültessünk annyi fát a világon, ahány rotarista van, 1.200.000 rotaristáról beszélünk. Magyarországon jelen pillanatban 1200 rotarista van, és akkor 1200 fát kellett volna elültetni. Ez létre is jött az ő segédletével, illetve túltejtettük, mert a klubokkal összesen több mint 2500 fát ültettünk el idén. Mi a helyzet a Szolnoki klubban? Hány tagja van? És hogyan lehet valaki rotarista, hogy lehet ebbe a klubba bekerülni? Jelen pillanatban majd 30 tagunk van, rendes tag, illetve van 8 tiszteletbeli tagunk, köztük egy örökös tiszteletbeli tag, Szolnoki Pista bácsi személyében. Bárki lehet Rotary klub tag, várunk mindenkit szeretettel, alapvetően kell tudni vállalni azokat a kötelezettségeket, ami a klubtagsággal jár, a klub életben részt kell venni, tagdíjat kell fizetni alapvetően, a tagdíjakból finanszírozzuk maga a szervezetnek a működését, tehát az a saját befizetésünkből jön létre. Az adományokat mindig 100%-ban eljuttatjuk a rászorulóknak, akit előre meghirdetünk, hogy kire gyűjtünk adományt, ők teljes egészen megkapják 100%-ban mindig az adományokat.
Az előbb inkább országos dolgokról beszél, de itt Szolnokon is számtalan alkalommal segítik a helyi szervezeteket. Gondolok itt például a forradbor főzésre, az is egy jótékony akciójuk. A Liget Otthont rendszeresen támogatják. Mit lehet még kiemelni itt kifejezetten a helyi dolgokból? Klubunk, úgy mint a Rotary is, számos területét az életnek, a helyi közéletnek támogatja. Nem csak rászorulókat támogattunk feltétlenül, hanem a kultúrát, a sportot, a helyi értéket is szem előtt tartva adományt nyújtunk, mert az elmúlt 10 évre, hogyha visszagondolok, akkor a Tiszatánc Együttestől kezdve sportiskolák kaptak támogatást. Ha jól tudom, jelenleg 3 cserediák van itt Szolnokon, akik viszont hamarosan elbúcsúznak, de jönnek helyettük újak. Miért van ez a cserediák program, és milyen célból vannak itt ezek a diákok? Alapvetően a cserediák programba jelentősen részt vesz klubunk. Szinte az elmúlt években, majd minden évben 3 diákot tudtunk fogadni, és 3 diákot tudtunk mi is kiküldeni. Ez országos szinten egy nagyon szép szám. Leginkább hozzánk Mexikóból, Brazíliából, most egy argentin kislány van itt, egy amerikai fiú van itt, akitől éppen tegnap este búcsúztunk el tőlük, egy kis Magyarország arany medál emlékéremmel, hogy gondoljanak mindig jó szívvel Magyarország a jó érzése. Ők itt tegnap beszámoltak, egy országprezentációt tartottak, egy év alatt fantasztikusan jól megtanulták a magyar nyelvet, a közösségi életbe részt vettek, és bízunk benne, hogy belőlük is rotaristák fognak válni. Holnap pedig önök elutaznak, ismételten, igen, és ismételten karitatív célból. Mit lehet erről az útról tudni? Holnap reggel korán kerünk, buszra szállunk, nem csak a Szolnoki Rotary Klub, hanem barátainkkal, illetve a Halberstadti klubunkkal és a Zentai klubunkkal közösen. Moldva, Csángó vidékre megyünk, az ottani helyi közösség számára, iskola számára, a tanításhoz segédeszközöket, az ottani életet viszünk, adománytámogatást. Tehát a magyar tanítás a lényeg. Igen. Hogy ez ki legyen emelve. Június 30-ával új elnökük lesz. Lehet-e már tudni, hogy ki lesz, hogyan működik ez a váltás klubon belül? Ez nagyon jól működik, a tisztségátadások. Mindig egy évre szól egy megbízatás. Kiválasztással, közös megszavazással, elfogadással történik a következő elnök, az elnökség kialakítása. Nem csak egy évre, hanem már előre gondolkodunk mindig egy-két évet. Ez így van a kormányzóságban is, tehát mindig a kormányzót is már megvan 2-3 évre. Ennek az a fontossága, hogy vannak olyan tisztségek, hogy jelenlegi elnök, én belőlem lesz egy volt elnök, illetve lesz egy soros elnökünk mindig, meg egy következő elnök, azért, hogy a folyamatosság meglegyen, egymás segítve tudjuk átvinni a programokat évről évre. Köszönöm szépen, a díjhoz pedig gratulálok, és a következő elnöknek is sok sikert. Nagyon itt Szolnokon köszönjük. Főleg segítsék a helyi szervezeteket, és mással folytatjuk a témát, hiszen különleges esemény helyszíne volt Szolnok a hétvégén. 270 gyermek vett részt a 29. Waldorf olimpián. Az alternatív iskolákban ez hatalmas eseménynek számít. A futás mellett volt diszkoszvetés és gerelydobás is. Ez következik most. Magyarország 34 iskolájának az összes ötödikese. Ők vesznek részt Alsóörsön és itt Szolnokon, és sok-sok versenyszámban, tehát a maratonfutással kezdték a mai olimpiát reggel 8-kor, miután elmondták a fohászt, az égiektől segítséget kérve az egész eseményhez, és a maratonfutás után következett a stadionfutás. A stadionfutás után következett, ha jól emlékszem, annyi minden volt már, birkózás volt, most éppen a diszkoszvetés zajlik, gerelyhajítás, stafétafutás, magasugrás, távolugrás. Önmagával versenyez mindenki, tehát nincs első, és nincs második, és nincs utolsó, hanem mindenki akkorát dob, akkorát ugrik, amekkorát ő tud, és önmagát próbálja legyőzni újra és újra. Az edzésnapok után, tehát a csütörtöki és a pénteki edzésnapok után itt szombaton a legnagyobbat szeretné ugrani és bemutatni az isteneknek, a szülőknek és az edzőknek és önmagának.
Hogyan készültek erre a gyerekek, és önök, mint a pedagógusok, hogyan készítették fel őket? Egész évben készülnek, tehát egész évben dobják a diszkoszt, dobják a gerejt, és gyakorolják a botkerülést, a magasugrást, a távolugrást otthon, a saját iskolájukban, és itt pedig városállamokban vannak, tehát nem a saját osztálytanítójukkal, hanem úgynevezett városállamvezetővel, vegyesen. Tehát egy-egy városállamban minden osztályból, mondjuk a Váciaktól is van kettő, Szolnokiaktól is kettő, Kecskemétiektől is, és így vannak 20-22-en egy-egy városállamban egész héten, és itt is a színes zászlók mögött együtt a 22 gyerek. A színes zászlókat a gyerekek készítették ott szembe, érdemes majd megtekinteni őket. Ők festették maguknak, és azokat a városállamokat jelképezik, amiket sorsoltunk nekik az első napon. Tehát aki Spártát kapta, ő Spártában, aki Mükénét kapta, ő Mükénében van egész héten, és egész évben tanultak ezekről a városállamokról a görög epohájukban. Látom, nagyon szép korhű jelmezekben versenyeznek, vagy vesznek részt a gyerekek. Mit kell erről tudnunk? Ezek a tógák, ezek azt szimbolizálják, hogy a görög, az eredeti görög olimpiához szeretnénk csatlakozni, vagy hasonlítani, ahol mindenki önmagát mérte önmagához, és nem volt még az a versenyzés, vagy az a versenyszellem, mint manapság, és mi ezt szeretnénk, hogyha így lenne. Ennek a mai sporteseménynek mi a célja? A célja a megmérettetés, tehát az, hogy mindenki önmagát mérje, és egy picit közelebb kerüljön önmagához, közelebb kerüljön ahhoz a belső énhez, akihez próbáljuk vezetni a gyerekeket. Hogyan illeszkedik ez a mai esemény a Waldorf pedagógia alapelveibe? A Waldorf pedagógiánál nem testnevelés órának hívjuk a testnevelés órát, hanem úgynevezett Bottmer gimnasztikának. Ezt Bottmer gróf találta ki annak idején, a Waldorf pedagógiát pedig ugye Rudolf Steiner. És úgy illeszkedik hozzá, hogy egész évben a Bottmer gimnasztikát gyakorolják. A Bottmer gimnasztika nagyban tér el, tehát nagyon-nagyon eltér a testneveléstől, mert tulajdonképpen a gyerekek csak játszanak. És a játékokon belül mérik meg önmagukat, és olyan szociális terekben vesznek részt a játékokon keresztül, ahol egy-egy kihívásnak felelnek meg, de nem versenyeznek. Tehát 8 évig nincs verseny. Ez nagyon-nagyon fontos alapelve a Waldorf pedagógiának, hogy nem egy versenyistálló, és a gyerekek csak önmagukkal versenyeznek. Segíteni kell például egy játékon belül a másiknak. Ha valaki összeveszett, akkor abban a játékban biztos, hogy kisimulnak azok az ellentétek, mert például a játékban ő lesz a párom, a macskaegér játéknál például, és őt kell megvédenem, akármennyire is haragszom rá. Ha egy kicsit körülnézünk a mai világban, akkor látjuk, mindenki látja, hogy miért nem jó, ha versenyistállóba járnak a gyerekek, és miért az a jó, hogyha az életkori sajátosságoknak megfelelő dolgokkal találkoznak. Nem úgy van, hogy egy napon belül tanulnak matematika, fizika, kémia, rajz, hanem 3 hétig csak matematikát. Aztán 3 hétig mondjuk felsőben már kémiát. Ez az epohális tanítás, tehát nagyon-nagyon el tudnak mélyedni egy-egy ilyen időszakban, és utána váltanak csak, miután mondjuk az epohazárót, mert nálunk is van ilyen epohazáró napot megtartották, vagy akár a témazárót megírták. Osztályzás nincs, de témazáróink vannak. Az én gyerekeim, tehát a fiam is, a lányom is Waldorf iskolában tanultak mindketten. A lányom még középiskolába is, Waldorf iskolába járt. És úgy gondolom, hogy egészen más gyerekek lettek itt a Waldorf iskolában, mert azzal, hogy sokszor-sokszor találkozhattak olyan kihívásokkal, amik nekik megfelel, lett egy olyan önbizalmuk, lett egy olyan énképük, amiből már ők építkezhetnek. A lányom 26 éves, a fiam 24, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon büszke lehetek rájuk, hogy ilyen gyerekeim vannak. Kedves nézőink, ez volt a téma június 5-én. Ezzel a műsorral legközelebb holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. További szép estét kívánok, viszontlátásra!
Ha jó minőségű, trendi ruhákat szeretnél, akkor Anthony Fashion. A minőség örök. anthonyfashion.hu